Amikor a föld nyugati féltekéje éjszakai sötétségbe borul, a túlsó félen már megkezdődik a holnap. A nap ismét fölkel ezen az idő által elfeledett szigeten, a végletek hazájában, melynek Ausztrália a neve. Ausztrália csodái. Ausztrália a Földön semmi máshoz nem hasonlít. Ez a földrész a nagy korallzátony mesés pompájától, a zord-sivatagi vidékig az ellentétek és ellentmondások hazája. A nyughatatlan tenger által elszigetelt Ausztrália története mindennél régebbi. Egy ősi földről szól ez a mese, amely saját maga alakította sorsát. Egy napégette kontinensről, amelynek biológiája, tája és népe teljesen egyedi. Amikor az első európai felfedezők bemerészkedtek Ausztrália sivár belsejébe, azt várták, hogy mesés szépségű beltenger találnak, buja növényzetű parttal. Ehelyett a föld egyik legrégibb és legzordabb tájára érkeztek. A tenger, amit kerestek, már 400 millió éve kiszáradt, és helyét végtelen napégette homoksivatagok foglalták el. Az állatok is ősinek, szokatlannak és veszélyesnek látszottak. Az utazók idegennek érezték magukat egy ismeretlen földön. Pedig nem voltak egyedül. Ezt a látszólag barátságtalan országot sok tízezer éve életre való leleményes nép lakja. Nem volt se nadrágunk, se ingünk, se cipőnk. Mesztelenül jártunk. Az élet nehéz volt, de mi kemény, szívós nép vagyunk, és rengeteg ennivalóból válogathattunk. Vadfügét és vadringlót ettünk, a földből pedig vadhagymát húzkodtunk ki. Élveztem ezt az életet. Az öreg benszülött Billy Vara az Élizrák árnyékában nőtt fel, amelyet ma már eredeti nevén Uluru sziklaként emlegetnek. A kopársíkságból 300 méternél is magasabban kiemelkedő Uluru bolygónk legnagyobb egyedülálló sziklája. Hangulata a fényviszonyok függvényében állandóan változik. Ez a rendkívüli monolit, mintha Ausztrália izzó, kitárt szíve volna, úgy jelzi Billy időtlen hazájának földrajzi és szellemi központját. Ausztrália története olyan régi, mint magáé a földé. A föld 4,5 milliárd éve a naprendszer tüzes születésekor keletkezett. Ausztrália első sziklái nem sokkal ezután alakultak ki, annak a földnek a partvonalán, amely a világ legnagyobb szigete lett. A legrégibb kontinens legrégibb része itt van nyugaton. Erről a tájról csak ugyan megfeledkezett az idő.
Itt a Pilbarában rendkívül dús növényzet alatt rejtőznek a világ legősibb sziklái, amelyeket 3,5 milliárd évesre becsülnek. Ám ez a hüllők országa is. A hegyes, tüskés fűcsomók között százféle mérges kígyó búvik meg. A Pilbara a Föld hüllőkben leggazdagabb vidékei közé tartozik. Mágnesként vonzza az olyan kígyókedvelőket, amilyen Annie és Chris Burns. A hüllők élőhelye az emberek számára kietlen, veszélyes vidék. A feleségemet majdnem megmarta egy, amelyikkel összeakadt a pajtában. De a feleségemen csizma volt szerencsére. Ahogy kijött, mindenki tudta, hogy mérges siklóval találkozott. Úgy remegett a lába. Chris és Annie műkedvelő kígyóvadász Tom Price-ban, ebben a távoli bányászvárosban. Néha naponta hatszor is riasztják őket, hogy távolítsanak el olyan hüllőket, amelyek eltökélték, hogy a városban ütnek tanyát. A hivatlan vendégek többnyire halálos mérgű kígyók. A világ 32 legveszélyesebb kígyója közül az első 11 Ausztráliában honos. És közülük a három leghalálosabb mérgű itt él Tom Price körzetében. Az egyik a sivatagi halálos sikló, a második a malga, a harmadik a nyugati barna. Itt volt kint a gyepen. Tény. Az előbb láttam. Nem lehet messze. Megvan? Jókora malga. Malga? Igen. Malga vagy királyi barna, vagy amit akar. Termetes példány, mi? Ez ugye nagyon mérges kígyó. Halálosan. Nagyon szépen köszönöm. Borzalmasan megijedtem tőle. Nem csak mérges kígyók miatt szokták hívni őket, hanem például emiatt a kurta piton, a világ legkisebb pitonja miatt is, vagy a goanna miatt, amely egy varánusz féle. Innen nem könnyű kicsalogatni a goannát, de ez szerencsére kijött. Zárja el a vizet! Legyen szíves, zárja el a vizet! De komolyabb veszély is előfordulhat. Ausztrália az egyetlen földrész, ahol a kígyók többsége mérges, méghozzá halálosan. Ennek a nyugati barnának egyetlen marása végzetes lehet. Megvagy, ügyes kis kígyó! Ausztráliában sokan foglalkoznak kígyóvadászattal, és nincsenek egészen tudatában, hogy milyen nehéz mesterség ez. Legtöbbjük mégis ég a vágytól, hogy eljöjjön ide a csúszómászók közé. Szerencsések vagyunk, hogy itt lehetünk. A kígyók is szerencsések, hogy kiszabadulván újra beleolvadhatnak az ősi vadon tájképébe. Ausztráliát végtelen hosszúságú korszakokon át tépázták az elemek, nyűtte az idő. Mintha levetkőzte volna a húsát, hogy felfedje alatta lévő csontvázának mesztelenségét. Innen az ország belsejéig 7,5 millió négyzetkilométernyi pusztaságon át vezet az út. Európához vagy az Egyesült Államokhoz hasonló területével Ausztrália a világ hatodik legnagyobb országa, és jó ideje a leglaposabb is. A közép-ausztráliai McDonnell-hegylánc egykor a Föld leghatalmasabb hegylánca volt. Legmagasabb csúcsai még a Mount Everestet is felülmúlták. Ma már csupán árnyék a régi önmagának. A hegyek közt vágyta ki útját a Fink, a világ legrégibb folyója. 100 millió éve kanyarog a tájon, ugyanabban a száraz, homokos mederben. A folyók a sivatagban meghazudtolják nevüket, nem mindig folynak. Ha mégis, akkor nem a tengerbe ömlenek, hanem elnyeli őket a szomjas sivatagi homok. Ennyi
szárazság közepette, a Finkmedrében lévő vizes mélyedés igazi menedék az állatok számára a nyári időszakokban. Elég meglepő halat látni a sivatagban. Ilyen pálmafákkal, amelyek 65 millió évet átvészeltek ebben a szorosban, szintén ritkán találkozni. Ezek a szorosok az élet titkos szigetei. Sziklás falaik megvédenek a sivatagtól. A víz hiánya azonban nem tartja vissza Alice Springs lakóit a vízisportok élvezetétől. A városlakók évente egyszer összemérik erejüket a Hemiantad evezős versenyen. A régi Todd folyó homokos medrében vidáman telik a nap. A csónakokat a helyi viszonyokhoz alakították. Az utóbbi 40 évben csak egyetlen egyszer maradt el az evezős verseny. Sajnálatos módon ugyanis víz volt a folyóban. A távoli Észak-Queenslandben minden egészen más. Itt, a trópusi északon, Ausztrália nagy vízválasztó hegységében a koralltenger nedves szelei fújnak. Az eredmény eső. Rengeteg eső. A felhőborította Thornton Peak évi 10 méternyi esőjével Ausztráliának talán a legnedvesebb vidéke, és a világon is az egyik legcsapadékosabb hely. A Cooper Creek alföldje mindig párába burkolózik. Évente több mint 200 napot esik az eső, és a Cooper Creek alföldjén évi 5 méternyi eső hull. A nedves évszakban gyakran 4 méter eső is esik, amit aztán a hosszú szemerkélés követ. Ez az évnek azon szaka, amikor a lakosság kezdi elveszíteni a türelmét. A lepedők folyamatosan nedvesek maradnak, és a gombák veszik át az uralmat. Ez a nedves éghajlat vonzotta Neil Hewittet a Cooper Creek vidékére. A család most egy kis ökoturista vállalkozást vezet. Házuk a világ legősibb esőerdejének közvetlen közelébe épült. A Dintree 10-szer régibb az Amazonasnál. Legalább 130 millió éve burjánzik itt a dzsungel. Az élet errefelé rendkívül változatos. A nedves trópusok Ausztrália területének 1/1000-énél is kisebb részét borítják, mégis a földrész növényeinek, emlőseinek és békáinak 1/3, továbbá hüllőinek 1/4 számára nyújtanak otthont. Az ősi virágos növényeknek a földön létező 19 családjából 12 a Cooper Creek alföldjének ebben a kis zugában található meg, miközben egész Dél-Amerikában csupán 9 létezik.
Ez a mag a dinoszaurusz fának nevezett fájé, amelyet 1971-ben fedeztek föl újra, mint a környéken elterjedt marhavész okozóját. A gazda, aki elvesztette a csordáját, büntetre gyanakodott. Boncolást végeztetett, és ilyen óriási magokat találtak az állatok gyomrában. Pedig ezt a növényt a feljegyzések szerint már 1902-ben kihaltnak nyilvánították. A Daintree őserdő tehát csupán 27 éve került a tudományos érdeklődés középpontjába ennek a magnak az újra felfedezésével. Úgy látszik azonban, hogy számos esőerdei óriásfa túlélte azokat a titokzatos állatokat, amelyek valamikor elterjesztették a nagy és gyakran mérges magvakat. Ma már csak egyetlen élőlény képes lenyelni ezeket az élénk színű őserdei gyümölcsöket, a sisakos kazuár. Ez az embernyi súlyú, óriási, repülésre képtelen madár a fák lehulló gyümölcseit keresgéli. A kazuár fontos feladatot végez el. A magvakat egyik helyről a másikra viszi, és még el is ülteti őket, jó adag természetes trágyával termékenyítve. Amikor ezek az erdők fiatalok voltak, ezt a szerepet a madarak távoli ősei töltötték be. Az erdőket a dinoszauruszok uralták. Ausztrália nem volt mindig sziget. Fél milliárd évig az Antarktisszal, Indiával és Dél-Amerikával együtt a Gondwana nevű ősi kontinens része volt. A Gondwana korszakában Ausztrália földjének több mint a felét hatalmas őserdők borították. A kontinens vándorlásának egy szakaszában ezek az erdők közel kerültek a déli sarkhoz, és az év felében sötétben maradtak. Mint bolygónkon másutt, a Gondwana ausztráliai, borongós erdeiben is dinoszauruszok barangoltak, az eget pedig pterosaurusok uralták. Ám egy különben átlagos napon váratlan dolog történt. Millió évvel ezelőtt egy üstökös ütközött a Földnek. Következménye, ez a hatalmas kráter lett Közép-Ausztráliában, de más földrészeken is sebb helyeket hagyott. A millió hiroshimai bomba erejével becsapódó üstökös egy 28 km átmérőjű krátert ütött a földbe. A csodálatos módon megmaradt Goss sziklagyűrű eredetileg az üstökös becsapódásakor több mint másfél kilométer mély volt. Millió év múlva egy másik, nagyobb üstökös zuhant le Közép-Amerikára, aminek következtében a dinoszauruszok örökre eltűntek a föld színéről. De a mai Ausztráliára gyakorolt legnagyobb hatású földtörténeti esemény a Gondwanáról való leszakadás volt. Míg az Antarktisz a jeges déli sark felé sodródott, Ausztrália a meleg észak felé mozdult el.
A kontinens éghajlata fokozatosan megváltozott, a belseje kezdett kiszáradni. Manapság már évek, sőt évtizedek telhetnek el két kiadós esőzés között. A szorványosan lezúduló záporok fenntartanak ugyan egy vékony növénytakarót, Ausztrália földjének több mint a fele mégis sivatagnak mondható, mely évente körülbelül 10 cm-nyi esőt kap. Ez a föld legszárazabb lakott területe. Amikor a föld kiszáradt, az állatoknak két választásuk volt, az alkalmazkodás vagy a kipusztulás. Az emu, a kazuár sivatagi unokatestvére, nem fecsérli az erejét hosszú élelemkereső utakra. Ahogy a kenguru, e tájkép elválaszthatatlan állata sem pazarolja az energiáját. A világ többi részétől való elszigetelődést tette lehetővé az ausztráliai erszényeseknek, hogy eltérő módon fejlődjenek. Bármilyen más kontinensen, ilyen fejhez bizonyára patás lábak tartoznának. Ezekre az állatokra az ugráláson kívül az a legjellemzőbb, hogy kicsinyeiket a testükön kívül az erszényükben nevelik fel. A szürke kenguru nősténye számára így válik lehetővé, hogy a szaporulat javarészét a kövéresztendőkben hozza világra, és a faj átvészelje a szeszélyes ausztráliai időjárást. Egy szopós kenguru a zsebben, egy nagyobb testvér lábnál, és egy apró embrió tartalékban. Így valósítja meg a szürke kenguru a sok gyermekes családmodellt. Figyelembe véve, hogy milyen hosszú időt töltenének anyjuk erszényében, igen megerőltető a sebesült és elárvult állatok felnevelése. Megint elaludtál. Ébresztő. Margie Cianelli kenguru pótmama. Folyamatos fáradozást jelent számára a kicsi kenguru cumisüvegből való táplálása, a csíkos erszényes megtanítása rovarevésre és a gyűrűs farkú erszényes kellő mennyiségű kötéltánc edzése. Ez a házi egyensúly gyakorlat legalább olyan idegölő, mint a saját gyerekek nevelése. Csuklasz. Biztos azért, mert izgulsz. Nagyon izgulsz. Számos kötelessége közül Timothynak, az esőerdei fakúszó kengurunak a nevelése teszi leginkább próbára Margit erejét. Tessék, kérsz még? Ugorj be a zsákba! Nem elég megbirkóznia az ugrabugra jószággal, meg is kell tanítania Timet mindazokra a túlélési trükkökre, amelyekhez kevésbé ért, például a fára mászásra. Sétáljunk? Gyere, sétáljunk! Jól van. Akarsz fára mászni? Nem valami ügyesek a fáramászásban. A fizikai adottságaik nem túl megfelelőek hozzá. Nincs se szembeforduló hüvelykújjuk, se kapaszkodó farkuk. Amikor a fán van Timothy, néha el kell fordulnom és odébb mennem, mert úgy izgulok, hogy azt hiszem, menten leesik. Gyere vissza, Timothy! Ne kérkedj, mert a végén leesel. Lassan engedjük el őket. Ez lassú folyamat. Egyre többet maradnak ki, aztán már csak egészen rövid látogatásokra térnek vissza. De mi örülünk ennek. Margit észak-queenslandi házának közelében él, Ausztrália talán legősibb és legkülönösebb emlőse. Már a dinoszauruszok ideje óta ez az élőhelye a kacsa csőrű emlősnek.
Ez a félénk állat élete legnagyobb részét a víz alatt tölti csukott szemmel, érzékeny csőrével a zsákmány rezgéseire figyelve. Ez a fura jószág az ősi kloakás emlősök két fajának egyikeként összekötő láncszemet jelent a hüllők és az emlősök között. Nősténye tojástojik, mint a gyík, kicsinyeit viszont emlője tejével táplálja. Egy másik ausztráliai emlős megfigyeléséhez meg kell várnunk az éjszaka leszálltát. A kacsacsőrű emlős szárazföldi rokona az erszényes hangyássűn, ami külsőleg a mi sűnünkre emlékeztet. A sivatagi állatok többnyire kicsik, mint ez az erszényes egér is, és éjszakai életmódot folytatnak. Ez a hosszú fülű erszényes borz úgy néz ki és úgy ás, mint egy nyúl. A pöttyös és húsevő erszényes nyestet ellenben őshonos macskaféleként emlegetik, pedig nem az. Sajnos azonban az igazi macskáknak és más nem őshonos fajnak az utóbbi 200 évben történt elterjedése következtében ezek a védtelen sivataglakók szinte teljesen kipusztultak. Ausztráliának nem minden része szenved a kiszámíthatatlan éghajlattól. Az északi terület felső végén a monszun óramű szabályosságú. A viharfelhő képződése jelzi, hogy nincs már messze az esős évszak. A hosszú száraz évszakban már-már kiégett fű hirtelen növekedésnek indul. De a végtelen trópusi szavannákon nem csak a nagy kenguru csordák legelésznek. A tájat óriási buckák uralják, amelyek 6 méteresre is felmagasodnak. Bennük termeszek hadai rejtőznek. Ezek az apró hatlábú munkások élelem után kutatnak a síkságon. Ezt a dombot a Nacida termeszt Tridia nevű termeszek építették. Ezen a területen ez a begyűjtőfaj él. Amint látható, kis letépet fűdarabokat lehet kiszedni belőle. A termeszeknek különböző takarmánygyűjtő fajai léteznek. Némelyik faj fát eszik, némelyik füvet. Van, amelyik hulladékkal táplálkozik. Amint látható, ez füvet gyűjt. A fészkük a föld alá nyúlik le. Számtalan takarmánygyűjtő út vezet innen a föld alá. Ezeken közlekednek. 50-100 métert is mennek. Majd hirtelen annál a fűcsomónál bukkannak fel, amelyet le akarnak aratni. A termesz egyike annak a kevés élőlénynek, amely képes tápanyagot nyerni ezekből az ősi és terméketlen talajon növő kemény fűszálakból. Ők a messzi éjszak legfontosabb, ugyanakkor legkevésbé megbecsült állatai képezik itt a tápláléklánc alapját. Hogy némi fogalmunk legyen róla, az egész világon élő valamennyi termesz össúlya a kétszerese az emberek össúlyának. És bármelyik termesz lakta területet tekintjük a messzi éjszakon, az ott élő termeszek össztömege felülmúlja a terület összes többi állatának tömegét. Csak nem lehet látni őket. Amikor végre megjön a monszun, a termeszek elindulnak a buckák sok emeletes biztonsága a gondosan begyűjtött fűkészlet felé. A monszuntól felduzzadt patakok lezuhognak a meredek lejtőn a Kakadu Nemzeti Park elárasztott síkságára. A víz életet és jobb idők eljövetelét ígéri. Az iszap paradicsomában türelmesen várakozó bordás krokodil kétségbe vonhatatlanul ennek a vidéknek a fejedelme.
Itt, ezen a megtévesztően békés tájon jelent meg először az ember, és azóta is itt maradt. Nincs a világon olyan régi kultúra, mint az ausztráliai őslakóké. Megszakítás nélkül 2000 nemzedéket éltek át, mióta őseik az utolsó jégkorszakban titokzatos módon megérkeztek. A benszülöttek Ausztrália szikláit sokkal hamarabb kidíszítették, mint ahogy az ősemberek a franciaországi Lascaux-ban a barlang falára festettek. És habár az ősi szellemi lények eredete elveszett az időben, az olyan mítikus alakok, mint a villámember, mégis részei egy élő hitrendszernek, amely talán 20-szor régibb a nyugati és keleti fővallásoknál. Ide olyan állatokat festettek fel, amelyek mára kihaltak, továbbá újabb keletű eseményeket, például a fehér ember érkezését. Mielőtt a fehér emberek megérkeztek volna ide, igazán jól éltünk. A vadonban főleg húst ettünk, kengurút és varánuszt. Fogalmunk sem volt a fehér ember létezéséről. A túléléshez szükséges tudnivalók évezredeken át íratlanul terjedtek, gyakorlati tanácsok és a hétköznapi mitológia egyfajta keverékeként, amit egyúttal törvényként is tiszteltek. De az idegen világ hirtelen megjelenése megtörte a hagyományokat, és felbomlasztotta a mintegy 600 benszülött törzset. Angolul mondjuk a húst meat. A mai őslakosok hiába igyekeznek megőrizni bőséges tudásukat. A 20. század fordulóján élt az az utolsó nemzedék, amely mint Billy Vara csak egyetlen hagyomány ismeretében nevelkedett. A szeretteim mind meghaltak. Egyedül vagyok már. Csak én maradtam, aki aggódik a mi ősi földünkért. Az Uluru engem azokra emlékeztet, akikkel felnőttem. Már meghaltak a nővéreim, az apám, a nagybátyám. Mindenki elment a családunkból. Magamra maradtam, és ez elszomorít. Ausztráliában talán az a legnagyobb ellentmondás, hogy ilyen öreg földrészen ilyen fiatal nép él. A modern Ausztrália itt kezdődött Sydneyben valamivel több mint 200 éve. Kezdetben büntető kolóniaként szolgált a lehető legmesszebb Nagy-Britanniától. A föld egyik első nagyvárosa volt, körülbelül 4 millió embernek adott otthont a világ minden tájáról. Bár rengeteg itt a szabad tér, Ausztrália mégis a föld legurbanizáltabb országa. A teljes 19 milliós népességnek csaknem 80%-a a kontinens termékeny délkeleti sarkában húzódik meg. Négyből három ember a tengerparttól egy órányi autóúton belül lakik. És micsoda part ez? A partvonal 36 000 kilométernyire nyúlik el, hosszabb minden más országénál.
Egyetlen strand is lehet akár 180 kilométer hosszú. De a sok szépségen kívül rengeteg a veszély is. Ausztrália világ első a cápa támadások számát illetően. A gyilkos kockamedúza csípése 3 perc alatt halált okozhat. A tengeri kígyók 10-szer mérgesebbek szárazföldi rokonaiknál. A kis kék gyűrűs polip egyetlen fájdalommentes marással ölni tud. Nem csoda, hogy az ausztrálok ennyi vízi veszély közepette remekül úsznak. Ausztrália víz alatti világának legfőbb éke, a nagy korallzátony, a földrész trópusi éghajlatú keleti partvonalán húzódik. Több mint 2200 kilométer hosszan nyúlik el, olyan hatalmas, hogy még a világűrből is látszik. Nem egyetlen korallzátony, hanem mintegy 3000 különálló zátony és sziget hálózata, amelyek együtt alkotják a Föld legnagyobb élőlény telepét. Az apró korallpolipok számtalan nemzedékének erőfeszítéséből épült mészkőfalakból álló korallbirodalom minden elképzelhető alakú, színű és természetű élőlénynek otthont ad. A szirtek ura, a félelmetes csúcsragadozó, a tigris cápa. Shane Dunn nem idegen a cápák számára, sőt, gyakori vendég náluk. Shane a hétvégeken többnyire azzal tölti szabadidejét, hogy barátja Pete West társaságában a tigris cápákkal úszkál, noha ez a faj emberevésben második a világon. Ez bizony nem a félénkek sportja. Shane egy 4 méteres vad tigris cápához közelít, és csak a kamerája meg a búvár ruhája védi. Shane rendkívül jól tud kapcsolatot teremteni a tigris cápákkal. Régebben még sosem láttam ilyet. Régen is filmeztünk tigris cápákat, de mindig biztonságos távolságból. Shane-nel úgy dolgozom együtt, hogy látom, miképp társalok velük, ami rendkívüli. Figyelnünk kell minden mozdulatukat, mindig szembefordulva velük. Kecsesen mozognak, szinte táncolnak. Szeretek játszani a cápákkal. Már vagy 200 órát eltöltöttem velük itt a tengerben, és egyszer sem akartak megenni. Vagy 60-70 tigris cápával voltam, 4-5 méter hosszúakkal, és még mindig megvan minden ujjam és minden porcikám. Egyetlen magányos cápával sosincs baj, de ha az ember 4-6 cápa közé kerül, nem árt résen lenni. Ha hiba csúszik a koncentrálásba, akkor ezek az értelmes ragadozók igen hamar megvadulnak. Shane és Pete tudják, hogy a leggyöngédebb harapást is jobb elkerülniük. Ha megharagszanak rám, Pete felé mutatok. Én pedig Shane-re nézek, hogy eltereljem a figyelmüket és elmenekülhessek. Bármilyen lenyűgözőek a tigris cápák, mégis a legkisebb állatok a leglátványosabbak itt a korallzátonynál. Koranyáron, holtölte után néhány éjszakával, a korall az összehangolt nász orgiájában tör ki.
A zátony egyik végéből a másikba úszó korallkolóniák milliárdjai töltik meg a vizet parányi úszó bolygólárvákkal. Ez az esemény a nagy korallzátony minden részét egy hatalmas élő labirintusban egyesíti. A zátonyépítő korallok újabb nemzedéke biztonságban úszik az éjszakában. A végletek földrészének szívdobbanása mindig egy volt a nap ritmusával. Minden hajnal a túlélés új próbája. A tüskés gyík ismét elérkezettnek látja az időt, hogy fölkerekedjék. A moloch vagy tüskés gyík művészi tökére vitte a hangya evést. Egy sor hangya fölé helyezkedik, és egyenként bekapdossa őket, bízva saját tüskés rejtek helyében, amellyel elkerüli, hogy ő maga kerüljön fel az étlapra. Ez a rendkívüli gyík más trükköt is tartogat. Képes elkapni a múló zivatar első cseppjeit. A tüskés gyík különleges bőre úgy felszívja a vizet, mint a szivacs, és lecsurgatja a szájába, hogy megigya. Minden második évtizedben özönvíz zuhan le a sivatagra, és a vadon teljes átalakuláson megy át. Egy furcsa állat, amely mélyen a felszín alatt a homokban él, fölébred hosszú álmából. A sivatagi ásóbéka évek óta várja a nehéz esőt, hogy kirándulhasson a felszínre. Csak rövid látogatás lesz, ahhoz azonban elég, hogy táplálkozzék és szaporodjék, mielőtt befúrja magát a földbe, hogy újra várjon. Eső után rövid ideig zajos és élénk lesz az Uluru tövében lévő vizes mélyedés, amint a ritkán látható állatok behozzák az elveszett időt. Itt az idő letisztítani a port a tollakról és hozzájutni a könnyű falatokhoz. Az ilyen eső mindig jót ígér. Amikor az Uluru környékén esett az eső, a patakok megteltek vízzel. Jó, tiszta esővízzel, amit szerettünk inni. Boldogan szaladtunk a színülti tele patakhoz. Egyszerűen lehajultunk, és ittunk. Utána felmásztunk a sziklára, és kengurúra, meg vallabira vadásztunk. Csak ezt az életet ismertük. Terített asztal volt a vidék. A vadon növényzete a lehető legjobban kihasználja az esőt. Virágba borul, magokat hullajt el, amelyek csak sok év múlva hasonló felhőszakadás alkalmával sarjadnak ki. A föld kizöldül, és az ősi Fink folyó ismét hömpölyög. Az ausztráliai növények végül alkalmazkodtak a szabálytalan esőzéshez és a silány talajhoz.
Több mint 500 fajtája van a jellegzetes ausztráliai fának, az eukaliptusznak, amely a sivatagtól a tengerig minden tájon eluralkodott. Ez a fa a föld legkeményebb fája. A legnagyobb, a vörös eukaliptusz 90 méternél is magasabb. Földünk legmagasabb virágos növénye. Szívós tulajdonságának azonban van egy hátránya. Az eukaliptusz olaj igen gyúlékony, és Ausztráliát a föld legtűzveszélyesebb részévé teszi. Újabb egységek érkeznek a keleti bázisra. Hamarosan megkezdjük a tűzfészek megtüzelését. A külvárosokban sok ház összeül, de még az sem tudni. A lakosság a tűzterjedésétől fél, és a félelem akár megalapozott is lehet. 1994-ben Sydney körbevette az erdőtűz. A forró, száraz szelek felszídották a tüzet, amely száguldott a fákon át, az illékony olajok pedig a gyulladáspontot elérve bombaként robbantak a terjedő tűzben. Hetek múlva mégis visszatért az élet. Az ausztráliai növényzet többnyire alkalmazkodott a tűzhöz. Az eukaliptusz elfeketedett kérge a hőség legnagyobb részét visszaveri a kemény fáról. Más növények még igénylik is a tüzet a magzáshoz és a csírázáshoz. A Sydney őserdő pár év elteltével ismét föltámadt, akár fekete hamvaiból egy zöld főnix. De az ausztráliai őserdő ennél többet nem visel el. Az utóbbi 200 évben, melynek során az európai telepesek az őshonos erdők 50%-át kiirtották, a legfőbb területek nem csak emberben, hanem vadvilágban is szűkölködnek. Steve Phillips kutató, egy igen híres ausztráliai, a koala sorsáért aggódik. Ez a szőrös erszényes, az eukaliptusz szinte megemészthetetlen levelét választotta táplálékául. Talán még egy darab kartonpapírban is több a tápanyag, mint az eukaliptusz levélben. Évmilliók alatt fejlődött ki kapcsolatuk a nekik táplálékot nyújtó eukaliptuszfával, ami igen bonyolult kapcsolat. Azok a fák, amelyekről az itteni koalák esznek, a délebre élő koalák számára ehetetlenek, és semmi tápértéket nem jelentenek a számukra. Táplálékuk csekély energiatartalmának egyensúlyozására igen lassan mozognak, és idejük legnagyobb részét alvással töltik. Bár Ausztrália faunájának tagjai inkább ölelgetni való játéknak látszanak. Igazán szerencsés zoológusnak mondhatom magam, hogy Ausztráliában élek, és ilyen állatokkal dolgozhatom. Ausztráliának fantasztikus a természetrajza. Ez a mi örökségünk. A világon sehol máshol nincs ilyen közel egymáshoz a múlt öröksége és a jövő ígérete. Régi szertartás szerint óriás denevérek hagyják el nyugvóhelyüket, hogy ennivalót keressenek Sydney külvárosaiban. Egy olyan hatalmas déli ország fölött röpködnek, amely már nem a modern világtól elválasztott sziget. A Föld nevű bolygó tüzes születése után 4,5 milliárd évvel Ausztrália az utolsó 1000 év fordulóját ünnepli, azt az 1000 éves pillanatot, amely alatt történelmének legnagyobb része suhant el. Ausztrália a rendkívüli végletek hazája. Jövője is bizonyára rendkívüli. Írta és rendezte Richard Smith.
Narrátor Kautsky Armand. Zenét szerezte Robert Moss. Fényképezte Julian Mather, Richard Smith, Peter DeFreeze és Anthony Palkinghorn. A magyar változat munkatársai: Bajomi András, Boks Ilma, Neményi Róza, Levacsics Péter. A magyar változat a Premier Média megbízásából a Yellow Stúdióban készült.